Fél éves kihagyás után versenyeztek ismét az MTK Budapest fiatal rövidpályás gyorskorcsolyázói. A gyakorló jégcsarnokban zárt kapuk mögött rendezték meg az olimpiai reménységek versenyét. Márciusban véget ért a szezon, és a szezon utolsó versenyét is, között volt egy junior Európa Kupa is, amit már nem rendeztek meg. Úgy itt mindenkinek át kellett állni az agyára, ugye azzal, hogy akkor hosszabb lesz a felkészülés, hamarabb elkezdődik a nyári alapozás, illetve az, hogy hogyan lesznek egyáltalán versenyek. Ugye már most a szezon elején is kimaradtak már nemzetközi betervezett versenyeink, úgyhogy ez első hazai versenyünk. Tehát ez a hosszú szünet, ami versenykihagyással telt, azért ez mindenki látszik, hogy az a versenyrutin az azért még nem mindenkinél jön vissza. Tehát ugye ez nekünk a legfontosabb, én azt gondolom, a tapasztalatszerzés, ugye az, hogy visszaálljunk erre az egészre, hiszen nem is tudjuk, hogy a szezon hogyan fog tovább alakulni. A mostani helyzetben elsősorban nem is az eredmények voltak a legfontosabbak. Látjuk most azt, hogy erre az előforma időzítésre, vagy az első versenyre időzítésünk hogyan jött ki. Mind a klubban edző versenyzőknél, mind pedig azoknál, akik a válogatott kerettel edzenek, az utánpótlás kerettel. Hál' Istennek voltak olyan klubbeli versenyzők is, akik abszolút felvették a versenyt a válogatott keretben versenyzőkkel, ami ugye azt jelenti, hogy jó munkát végeztünk klub szinten is. Mindenképpen a tapasztalatszerzés az első, tehát nagyon-nagyon-nagyon hosszú volt ez az idő, és sok versenyzőnek ez nagyon nehéz, az az első pillanatos verseny. A fiatalok viszonylag jól viselték a vírus által felbolygatott utóbbi hónapokat. Mi hál' Istennek nagyon jól tudtuk elkezdeni a felkészülést az otthoni edzésekkel és az online edzés tartása. Nyilván az a szakmai kontroll, ami egy hétköznapos szakmai kontroll, ami ugye főleg technikai, de akár a motiváltság, az együttkészülése, ez persze náluk is rájuk nyomta a bélyegét, és nyilván különbséget tett emberek között. Tehát van, aki ezt könnyebben meg tudta tenni, van, aki nehezebben. És a nyarunk aztán már egész jól telt, mert utána el tudtunk kezdeni mind edzőtáborozni, mind pedig a jeges edzések is elindultak, meg a száraz közös munka is. Úgyhogy visszatértünk a kerékvágásra, tudtunk dolgozni, úgyhogy igazából így jól tudtuk átvészelni ezt az időszakot. A koronavírus közvetve Szigeti Ádám teljesítményét is befolyásolta. Ám a Brühl Alfréd Akadémia 19 éves tehetsége 500 méteren így is odaért a harmadik helyre. A mostani teljesítményemmel elégedett vagyok, bár úgy gondolom, hogy lehetett volna jobb is. Sajnos az előző előtti heten nem edzhettem, mert az egyik osztálytársam az iskolában pozitív lett koronavírusra, úgyhogy azt lehet, hogy ki kellett hagyjam. Mindenképpen éreztem, hogy gyengébb vagyok, mint normálisan szoktam lenni, de bizakodom, hogy hamar visszaszerzem a formámat. Shorttrackeseink következő megmérettetése a felnőtt magyar bajnokság lesz. Persze, ha a járványhelyzet megengedi.